Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Aki nincs itt, az szerintem lemarad egy érdekes napról, vagy néhány érdekes előadásról. Én azzal kezdeném, hogy ugye minket az elmúlt időszakban azt gondolom úgy ismertek meg, aki figyelt egy kicsit az egészségügyre, hogy elég szókimondóan próbáljuk képviselni az egészségügyben meglévő változásokat, mert ezek ott vannak, csak mintha egy kicsit bátortalanul kerülnének a felszínre, sokan nem merik kimondani gazdasági, politikai érdekek miatt azokat a gondolatokat, amelyeket egyébként mindannyian szerintem közösen érzünk, nevezetesen, hogy az egészségügynek igenis drasztikus váltásra és változásokra van szüksége. A Heimpel Alapítvány stratégiai vezetőjeként én az egyik legfontosabb témakörnek tartom azt, amivel a mai nap során foglalkozunk, de nem azért, mert hogy ezek csodaszerek vagy mindent megváltó, probléma megoldó eszközök lennének, hanem azért, mert egy útjelzőt adhatnak, hogy merre tovább, hogyan tovább, és milyen lehetséges kifutási pontjai vannak az egészségügynek külföldön elsősorban, de most már nálunk is egyre inkább. Egy személyes példát engedjetek meg, hogy elmondjak. Ez tavaly év vége fele, karácsony után, új év magasságában természetesen egy fogadalommal kezdődött, hogy ennek a konferenciának a időtartamára én le fogok adni 11 kilót. Részben apukaként is fontosnak tartottam ezt, de részben kíváncsi is voltam rá, hogy 40 fölött vajon még ugyanúgy működnek ezek az elhatározások és a hozzá kapcsolódó tettek, mint ahogy mondjuk 20 éves koromban, amikor még ezeket viszonylag könnyen meg tudta tenni az ember. De azért nem voltam egyedül, mert kétféle segítséget is kértem. Az egyik a feleségem volt, aki a táplálkozás terén egy mondjuk így ma reform vagy bio táplálkozás felé vitte el az étkezésemet, a másik pedig egy okos eszköz, amiben én olyan szinten beleszerelmesedtem, megmondom őszintén, hogy ha a napi 10 000 lépésemet, ami körülbelül 8 kilométernek felel meg, nem teszem meg bizonyos aktivitási szint mellett persze, mire hazaérek, akkor én bizony képes vagyok arra, télvíz idején, most már egy kicsit jobb idő van, hogy vagy kint a kertbe, akár azt az 500 plusz lépést, vagy azt a adott esetben akár 1500-öt is megtegyem. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló motivációs eszköz, hiszen figyelmeztetett arra, hogy még van még teendőd, öreg. Ennek ellenére, ha nem ismeri az ember a szervezetének az élettani funkcióit, ha nem tudja, hogy milyen összefüggések vannak a táplálkozás és a mozgás között, ha nem ismeri az alapvető tápanyagoknak a tartalmát, fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, mit kell bevinni, vagy mit lehet bevinni, akkor ezek jó mankók, ezek az eszközök, de ennél többre én azt gondolom, hogy nem hivatottak egyelőre. Azért is vagyunk itt, hogy nézzük meg, hogy hova lehet ezt eljuttatni, és melyek azok a hitelesítő csatornák, amelyek képesek lehetnek arra, hogy az egészségügy okos eszközei valóban hasznunkra váljanak, és ne csupán egy divatos kellékként évről évre cserélgessük őket, hanem valóban döntő módon változtassák meg az életvitelünket, és ezzel hozzájönnek ahhoz, hogy az ellátórendszer tagjai, orvosok, nővérek, ápolók felszabaduljanak egy kicsit a fölösleges beteg utaktól, vagy kevesebb fizikai találkozó legyen, de az viszont sokkal tartalmasabb legyen, illetve hogy egy kicsit a személyes felelősségünk is előtérbe kerüljön. Ezt én sose szoktam kihagyni, hogy nem várhatjuk el az ellátástól, nem várhatjuk el a gyógyítóktól, hogy megoldják a problémáikat, nem várhatjuk el a gyógyszergyártóktól, hogy azonnali megoldásokat kínáljanak. Nekünk is nagyon sokat kell ezért tenni, és én azt gondolom, hogy ez az eszköz talán ebben a legjobb, hogy az egyéni felelősségünket ki tudja emelni, hogy a változás, az életmód, az egészség, a gyógyítás útjain kizárólag rajtunk múlik. Én sok sikert kívánok minden előadónak a mai naphoz, és remélem, hogy ezekkel az új információkkal gazdagodva, árnyaltabban, vagy esetleg egy kicsit gazdagabban látjátok majd ezt a területet. Nyitottak vagyunk minden olyan kérésre, amit esetleg fölfele, lefele, bármerre kell továbbítani, csak keressetek meg bennünket nyugodtan. További szép napot kívánok!